Sok szeretettel köszöntök mindenkit, szervusztok! Három darab trükköt hoztam ma magammal, nektek. Az első trükkhöz szükségem lenne egy segítőre, aki feljön hozzám és segít nekem itt a színpadon. Úriember, tapsoljuk meg! Köszönöm! Szervusz! Van nálam egy pakli francia kártya. 52 kártyalap. Megkeverem. El lehet emelgetni egy párszor. És ki fogsz választani egy kártyát a pakliból? Azonban előtte elmondom, hogy van itt nálam egy jóslat. Ez egy darab kártya. Ezt ide lerakom, és a trükk végéig itt lesz a földön. Most pedig megkérlek, hogy valahol mondjál stoppot. Stop. Itt. Jó. Kérlek, nézd meg ezt a kártyát, és nem mutasd meg senkinek, csak te nézd meg. Megvan? Jó. A többi kártyára már nem is lesz szükségünk. Most van egy kártya, amit csak én látok, senki más, és van egy kártya, amit csak te látsz, senki más. Háromra mutassuk meg ezt a nézőknek, és ha minden igaz, egyezni fog a kettő kártya. Egy, kettő, három. És egy... Nem. Nálam van a pik kettes, nálad a szív tízes. Azt nem mondtam a trükk elején, gyere nyugodtan előrébb, hogy a kártyának a másik oldalát jósolom meg, fordítsd meg a kártyát, az ugyanaz. Hoppá! Köszönjük! De nyilván a másik oldal is... jó lenne, ha előkerülne a másik oldal és a kártyának ugye a szív tízes, de nálam meg itt van a Joker, ami minden lehet. Szóval mind a kettő oldal megvan. Köszönjük. Azonban tényleg a szív tízes az igazi. Ezért most szeretném megmutatni, hogy itt van a szív tízes. Azonban, aki nem látja olyan messziről, annak elmondom, hogy a szív tízes itt van, óriási nagyban. Köszönjük szépen, segít figyelmet. Köszönöm. Ahogy láthattátok, a bűvészkerés nem csak sok-sok gyakorlásból és gyakorlásból áll, hanem színészkedésből is. Ezért most szeretném, hogyha itt az első sorból az úriember nyugodtan maradjon ott, segítene nekem. Hoztam magammal egy papírzacskót, amelyben egy darab láthatatlan kék francia pakli van. Ez az én kedvenc paklim, úgyhogy vigyázzon rá, dobom kapja el. Megvan. Jó, keverje meg. Vegye ki a dobozból először, persze. Jó, most keverje meg. És nagyon profi, tapsoljuk meg azért ez a keverés. Ez. És most terítse ki a lapokat a levegőbe. És ami szimpatikus, azt a jobb kezével vegye ki azt a kártyát. Ami szimpatikus. Jó? Mutassa meg mindenkinek. Megvan. És most csak maga tudja, hogy ez melyik kártyalap. Ezt a lapot fordítva, nagyon fontos, fordítva, tegye vissza a pakliba. Húzza össze a paklit, és adja tovább, hogy a hölgy is megkeverhesse. Nagyon jó. Az úr esetleg... Hát ez... Rakja vissza a dobozba a paklit, és dobja ide nekem, megkérem. Hopp! Köszönöm. Olyan jól elképzeltük ezt a paklit, hogy megjelent itt nálam ebben a papírzacskóban egy kék francia pakli kártya. Na most ebben egyetlen egy lap van megfordulva. És most, hogy itt van a kezemben, nem tudom már kicserélni a paklit, megkérem, hogy nevezze meg ezt a kártyát, amit kihúzott, és megfordítva visszarakott a pakliba. Pik. Kettes. Most meglepődnétek, hogyha a pik kettes meg lenne fordulva ebben a pakliban? Igen. Igen. Hát megmondom azt, hogy én is rohadtul meglepődnék. De azért nézzük meg, mert én bizakodok magamban és az úrban. Nézzük csak. Üres doboz. És ha minden igaz, egyetlen egy lap van megfordulva a pakliban, ami nem más, itt a végén,
mint a Big Cat, Big Cat-es. Köszönöm szépen. És ahogy mondtam, három darab trükköt hoztam magammal. A harmadikhoz szeretnék segítőt kérni ismét. Ott integet egy fiatal úriember. Megkérlek, fáradj fel. Szervusz. Füsz, Ambrus. Tégvisz. Peti. Van nálam, Peti, egy kendő. Egy rózsaszín kendő. Ez a legdurvább trükk. Rózsaszín kendő ugyanis el fog tűnni az én kezemben, és ha minden igaz, Petinél meg fog jelenni az üres kezeiben. Kendőt egy jól ismert tömő mozdulattal beletömöm a kezembe. Igen, tehát a kendőt beletöntöm a bal kezembe, és így ráfújok, akkor a kendő az eltűnik. Megkérem, Peti, nyúljál bele a levegőbe, vedd ki, ami a kezedben van, és ha minden igaz, egy rózsaszín kendő, de nézd ide, Peti, ez nem más, mint egy tanga. Köszönöm szépen a figyelmet, Peti, köszönöm a segítségedet, köszönöm. További jó szórakozást kívánok!